Sziasztok! Ma délután 3-tól 4-ig volt egy kicsit tovább, mint 4-ig tartott egy webkonferencia a DAISY-ről, amiben nem csak a 15-én induló preferált vásárlói körről beszéltek, hanem a webkonferencia végén becsatlakozott az egyik első induló projektnek a vezetője, vagy a vezetőségből egy úriember, és egy rövidített interjút mutatott Jeremy vele, illetve amint vége lett a webkonferenciának, fel is rakták a teljes interjút ezzel az úriemberrel, ami majdnem ugyancsak egy órás volt, hogy ezt néztem most, és próbálom összeszedni a gondolataimat, hogy mi az, amit hallottam, és remélhetőleg nem felejtem el addig, amíg odaérünk. Én néhány jegyzetet felírtam, illetve dr. Anna Becker is becsatlakozott egy 5-6-8 perc erejéig, és elmondta, hogy úgy az elmúlt fél év, több mint fél évben mi is történt, miért látjuk azt, amit látunk a mesterséges intelligencia eredményével kapcsolatban, és szerinte mi az, ami a következő lépés lesz a mesterséges intelligencia részéről. Ugye azt se felejtsük el, hogy a mesterséges intelligencia annyiban különbözik a botoktól, hogy a botoknak megvan egy előre megadott algoritmusa adva, amiket mindig használ, nem tanul, nincs fejlődési lehetősége. A mesterséges intelligencia kap valami eszköztárat, és akkor azt folyamatosan próbálja fejleszteni. Ezért előfordulhat az, hogy amit esetleg egy bot, hogyha előre be van programozva, ő elcsípi azt a mozgást, a mesterséges intelligencia meg nem, de tanul a hibáiból, és próbálja a veszteséget 2-6%-on tartani, és tanul a hibáiból, és a következőben nem megy bele, vagy nem olyan egyszerűen megy bele abba a hibába. Nézzük gyorsan a preferált vásárlói kört, amit PC-nek hívok csak ezután. Tehát mikor kezdődik és meddig tart ez a preferált vásárlói kör? Ugye 15-én, azaz csütörtökön, magyar idő szerint 1 órától kezdődik, és július 30-án ugyancsak 1 óráig fog tartani. Ki vehet részt ebben a körben? Bárki, aki DAISY tag, a DAISY közösségi finanszírozási tag is minimum egy Tier 1-es 100 USDT-s csomaggal rendelkezik, illetve azok is, akik nem DAISY tagok, csak ahhoz, hogy csak a tokent szeretnék vásárolni, akkor ők is részt vehetnek, de ehhez kell egy DAISY tag, akinek az ajánlói linkjével regisztrálnak. Mennyi token kerül eladásba? Ebben a körben 75 millió, ugye a negyedik kör az, ami nem ment végig az előeladáskor, és ez a 75 millió lesz eladva, és amik nem kerülnek eladásra, azokat elégetik, úgy, mint a harmadik körben is, ugye 50 millió valami ilyesmi nagyságrenden lett égetve. Mennyi lesz az ára ebben a körben? Lineárisan fog nőni az ára, minden vásárlása egy picit nőni fog, és egy USDT-vel indul, és ugye a végén, hogyha a 75 millióadik is el lesz adva, az már 1 dollár 50 centen fog eladásra kerülni. Tehát, hogyha minél előbb vásárolsz, annál alacsonyabb áron tudod megvásárolni a tokeneket. Mik a bónuszok azoknak, akik DAISY tagok, illetve azok, akik nem DAISY tagok? Aki július 7-e 1 óra előtt regisztrált a DAISY-be, tehát van egy Tier 1-es tagsága, az 25%-kal több tokent fog kapni minden token vásárlásakor, tehát hogyha veszel 100 tokent, akkor 125-öt kapsz. Hogyha július 7-e 1 óra után és július 30-a 1 óra között regisztrálsz, akkor 10%-kal több tokent fogsz kapni. De ehhez DAISY tagnak kell lenned a vásárlásod előtt. Tehát egy 100 dolláros be kell nyújtani ezért. Mennyit tokent vásároltunk ebben a körben? Belmennyit a listázáskor, aktuális áron, ami 1 dollár és 1 dollár 50 USDT között lesz. Tehát akár egy tokent is tudsz venni.
Tehát te döntöd el. Tehát most már nincsenek azok, hogy 100 dolláros csomagot, 200 dolláros, 400, 800 és így tovább csomagokat tudsz csinálni, hanem lesz egy szám megadott, vagy egy hely, ahol beírhatod, hogy mennyit szeretnél venni, és akkor ő kiszámolja, az aktuális áron az mennyibe fog neked kerülni. Az, hogy az optimális eredményt érjed el, akkor ugye a lehető legtöbb tokent kellene a lehető leggyorsabban megvásárolni, és ezért tudod a dollár cost average-et a lehető legalacsonyabban tartani. Vannak ebben a körben vásárolt tokeneknek feloldási időszaka? Igen, minden, amit kedvezményesen vásárolunk, tehát minden, amit az 5 dollár alatti áron vásárolunk, annak van feloldási időszaka. Az első 90 napban 5%-át kapjuk meg a tokeneknek, és ezt napi egyenlő arányban naponta kapjuk szépen meg. És ezután, amit ebben a körben vásárolunk, az 10% ugyancsak egyenlő napi felbontásban. Ugye az előző körben, amiket vettünk, az 5% alatt havonta az első 90 nap után. A fel nem oldatok egy árlekötési jutalom, igen. A feladat tokeneket el lehet adni, vagy lekötni újra, és akkor azok után is jár a jutalék, de a feloldási periódus az ellen védelem, hogy túl sok token kerüljön a piacra egyszerre, és ez az árat lefelé nyomja, és így az árfolyam védelmében szól ez a cselekedet, ami egyébként minden egyes token indításnál van. Aminél nincs, azon el kell gondolkodni, hogy azt miért úgy csinálták. Hogyan férhet hozzá olyan tag, aki nem DAISY taga ehhez a tokenekhez? Egy meglévő DAISY tagnak kell a segítségét kérni, és a pre-sale oldalon lesz majd 15-én jelenik meg a linkünk, és ennek a linknek a segítségével lehet beregisztrálni, és akkor nem kell DAISY tagnak lenni, de természetesen akkor a 10%-os plusz token nem fogod megkapni. Mindenki döntse, hogy mennyi tokent szeretne venni, és akkor ki kell matekozni, hogy az a plusz 100-110 dollár az mikor éri meg jobban. Egy bizonyos mennyiség fölött ugye jobban megéri, hogy a plusz 10%-kal többet kapsz. Igen, és ugye a webirodánkban lesz az indulás előtt nem sokkal ez a link. Mennyit kereshetek a PC körben a DAISY tagok által vásárolt tokenekkel? Tehát, hogy a DAISY tag vagyok, az kell ahhoz, hogy ezeket a jutalékokat kapjam. 10% ajánlói bónusz, direkt ajánlói bónusz. Ez normális esetben ugye 5% a DAISY-ben, illetve 3, illetve 4% Matrix bónusz, attól függően, hogy hol helyezkedünk el a Matrixban. Mennyit keresetek, hogyha nem vagyok DAISY tag, vagy hát ugye olyan ember által, aki nem DAISY tag, ugye a 10% ajánlói bónusz az ugyanaz, ez normál esetben ugyanúgy 5%, illetve 4% a Matrix bónusz. Amennyiben nem vagyok DAISY tag, csatlakozhatok-e július 15-e előtt? Igen, előtte vagy alatta is csatlakozhatok. Ugye fel kell raknod a Tron Link számládat, fel kell tölteni az annyi USDT-vel, illetve Tronnal, amennyit szeretnél vásárolni, és regisztrálj be a DAISY-be, így 100%-ig készen állsz ahhoz, hogy ebben a körben részt vegyél és vásárolhass, illetve tovább tudjon ajánlani a lehetőséget. És ugye tovább ajánlod, akkor természetesen jutalékokat kapsz, amit fel tudsz használni akár újabb tokenek vásárlására. Jó, hogyan tudhatok meg többet a projektről, és hogyan kaphatod meg a legújabb híreket? Ugye a szponzorod segítségével mindig először a szponzorodat keresd meg, ha kérdésed van. De természetesen, hogy az előző videómban is elmondtam, hogy ha akár én vagyok a szponzorod, akár nem, hogyha engem megkeresel, akkor én is nagyon szívesen segítek. Érdemes csatlakozni a hivatalos DAISY Telegram csoportba, illetve a hivatalos YouTube csatornára föliratkozni, illetve van ugye a DAISY LP, a Launchpadnek a honlapja, és a DAISYCrowd.com, ugye a DAISY-nek az oldala.
Illetve, hogyha bementek a Daisy-be, és lejjebb görgettek, akkor itt van az Official Daisy Telegram csoport. Rányomsz, gyakorlatilag böngészőből is meg tudod nyitni, hogyha nem akarod a telefonodra fölinstalálni, és akkor itt vannak a különböző cuccok, csoportok. Jó, oké. Jó, ez kell nekem, meg ez kell. Most beszéljünk az interjúról, ami egy Kriszt nevezeti úriemberrel történt, Hershey, Pennsylvaniából való az úriember, és a nagyon érdekes dolgokat mondott arról, hogy mit szeretnének elérni, és miért kezdtek bele ebbe az egészbe, és megpróbál ezt összefoglalni úgy, hogy valami értelmesebb dolog legyen belőle, nem biztos, hogy sikerül, de megpróbálom. Tehát most már van egy arcunk ahhoz az új projekthez, ami a mobiltelefonos platform lesz, és amiről már Jeremy beszélt. A háttere az egésznek az, hogy gyakorlatilag ugye létre szeretnének hozni egy olyan decentralizált applikációs webshopot, ami most is van, ugye a Play Áruház, az Androidon, az iPhone-on, nem tudom, hogy hívják, ott is van valami hasonló elnevezése, és gyakorlatilag elmondta, hogy jelen pillanatban ugye az emberek egy csomó mindent ingyen kapunk, legalábbis azt hiszük, ingyen e-mailt, ingyen tárhelyet, ingyen fényképeknek feltölthető tárhelyet, ingyen cloudot, ingyen egy csomó mindent, és igazából egy örökérvényű törvény az, hogy semmi sincs ingyen. Jelen pillanatban ezek a cégek, amiket ezeket a szolgáltatásokat adják, ugye ki kell valahogy termelniük azt a pénzt, ami a különböző szerver és egyéb ember erőforrásoknak az ára, és az adatainkat eladják. Ugye a telefonod be van kapcsolva, hallgatja, hogy miről beszélsz, és hirtelen olyan reklámok kezdenek megjelenni a számítógépeden, a telefonodon, amikről beszéltél. Csináltak ugye ilyen tesztet, hogy a macskaleletekről beszéltek napokon keresztül, és akkor utána, egy idő után ezek a reklámok kezdtek el megjelenni a telefonokon. A legtöbb cég az elemez mindenféle adatot, és egy jó példát hozott fel Elon Musknak, van egy olyan projektje, amit Neuro Network, vagy valami ilyesmi címszó alatt van, amivel egy agyi implantátumot próbálnak fejleszteni, és megkérdezi, hogyha megkérdezel 10 embert, vagy 100 emberből, 99 azt mondja, hogy nem fogom hagyni, hogy berakják a fejembe, hiszen nem tudom én kontrollálni azt, hogy mi merre, hány óra, és fölveszik, vagy átveszik fölöttem a hatalmat, és akkor öltsenek, amit esetleg nem szeretnék. Elárulta, hogy igazából már megvan ez az neurochip, csak nem a fejünkben van, hanem a zsebünkben, a telefonunk formájában, hiszen a telefonunk egy csomó adatot felvesz, vagy tovább küld különböző helyekre. Például egy nagyon jó példát mondott, amire én rohadtul nem is gondoltam, ugye a telefon nélkül általában nem mész sehova. Most már eléggé messzelennek érezzük magunkat a telefonunk nélkül, 5 percenként nézegetünk rá, és gyakorlatilag, hogyha nincs velünk valami miatt, mert otthon hagytuk, vagy valamiért, akkor tényleg el vagyunk veszve, és minden bajunk van. Ez, hogyha 10 évre ezelőttre visszagondolsz, ez marhára nem volt meg, és ezért ez egy félelmetes szenárió, hogy 10 év alatt mennyit változtatott ez a technológia a viselkedésünkön, és természetesen most nem azt akarom mondani, hogy a telefon az egy rossz dolog, azt akarom mondani, hogy olyan dolgokat adunk el, amiről nem tudjuk, hogy eladjuk, és ami a legnagyobb értékünk, a személyes adataink,
És ugye ezt kegyetlenül kihasználják a cégek mindenféle reklámok és egyéb manipulációs dolgokon keresztül. Például azt mondta, hogy hogy elindul autóval, általában a telefonját használja arra, hogy a GPS-szer a térképen megadja, hogy hova megy, azt figyeli, tehát van adat arról, hogy milyen sebességgel hol halad, ezt az adatot el tudja küldeni a telefon mondjuk egy biztosító társaságnak, a biztosító társaság ebből meg levonja a következtetés, hogy biztonságosan a szabályokat betartóan vezetsz, vagy nem, hogyha nem, akkor természetesen majd, amikor mi ezt biztosítást kötnék, akkor egy magasabb árat fog ajánlani. Te nem fogod tudni, hogy ez az adat neki megvan, és ezért csinálja, hanem csak konstatálod, hogy igen, egy nagyobb árat kell fizetnem, mint amit eddig esetleg. Ugye az internet előtt az olaj volt, és az olajcégek voltak a legnagyobb a cégek, a legbefolyásosabb cégek a világon. Most igazából a Google, az Apple, a Microsoft, tehát az adatokkal, a számítástechnikával kapcsolatos cégek a legnagyobbak, és a személyes adatok lettek az új olaj, és ezek a cégek azok, amik a több milliárd, trillió dolláros cégeket építettek fel a te és az én adataim segítségével, és mi rohadtul nem kaptunk belőle vissza semmit. És a cégnek a célja az, hogy egy olyan platformot létrehozni, ahol a mobiltelefonod segítségével tudsz költeni, tehát az App Store-ból letöltöd a játékot, mondjuk játszol vele, és gyakorlatilag amit elköltesz, az egy bizonyos módon visszajöhet feléd, tehát motiválja az, hogy költsél, viszont a megkeresett pénzből vissza is jutad feléd, hogyha mondjuk a haverodat meghívod, és ő is költ, akkor egy része annak a költésnek visszakerül hozzád, ugye, ami eddig nem volt igazából jellemző az iparágban. Itt a Fortnite-ot hozták fel, ami valami lövöldözős játék, és az emberek rengeteg pénzt költenek arra, hogy mit tudom én, ilyen digitális, nem tudom, maszkot, sapkát, fegyvered, akármit legyen, ami egy, hogy is mondtam, azt hiszem, 66 milliárd dolláros üzlet volt az elmúlt évben, tehát rengeteg potenciál van benne, és azért az nem lenne rossz, hogyha az ember ebből a 66 milliárdból egy kis picit viszont látna, hogyha már úgyis olyan dolgokat csinál, amit eddig is csinált. Ez az egyik, illetve digitális nodokká alakítja a telefonodat, ami azt jelenti, hogy mesterséges intelligencia keresi a különböző decentralizált finance dolgokat, és úgymond segít abban, hogy pénzt keressél, tokeneket keressél a telefonod segítségével. Tehát mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az a rengeteg pénz, ami így az adatod és az adataink által a nagy cégekhez befolynak, egy része visszafoljon. Illetve amit mondott, az, hogy igazából jelen pillanatban nincsen választásunk azzal kapcsolatban, hogy használjuk vagy nem használjuk vagy hát van, de hát igazából nagyon kevesen válnak meg a mobiltelefonjuktól, hogy azt a rendszert használod, ami éppen van, mert nincsen alternatíva. És igazából az ő céljuk az, hogy létrehozzák ezt az alternatívát, és választási lehetőséget adjanak az embereknek az irányába, hogy egy ilyen decentralizált hálózatot használnak, hogy maradnak a jelenlegi hálózatban, és nem érdekli őket, hogy az adatukkal mi történik, és hogyan, miképp használják azt fel, nem biztos, hogy a mi érdekünkben. A rendszert a Cardano blokkláncán építik fel. Itt nem csak az a fontos, hogy egy olyan rendszeren csinálják, amit Charles Hoskinson nagyon frankon fölépít, és ugye az Ethereumnak a gyengeségét kiküszöbölve megpróbált elsőre olyan rendszert létrehozni, ami az Ethereum nem tud lenni, vagy nem tudott lenni, és
akiknek van egy, aminek van egy óriási, nagyon hűséges közössége, akik miatt a Cardano-nak az árfolyama sem fluktál annyira, mint a többi tokené. Illetve az is látszik, hogy például a múlt héten 30 milliárd dollárnyi Cardano volt lekötve, vagy stékelve, és maga az alapvető filozófiája, amit Charles meghatározott, hogy a világ népességének a fele körülbelül nem igazán vesz részt úgy a pénzügyi folyamatokban, mint amit mi Európában ismerünk. A személyazonosításuk nem megfelelő, nem megoldott, így nem is tudnak fölvenni sem hitelt, semmilyen bankkártyát, nehogy Isten, hitelkártyát felvenni és használni. És ugye Charles ezt a dolgot tűzte ki az ászlajára, hogy főleg Afrikában, illetve a harmadik világ országaiban, ahol ez nem igazán megy jól, megoldja ezt, hogy a blokklánc segítségével a pénzügyi rendszerben minél több ember be tudjanak vonni, olyan módon, hogy mindenki lehetőség szerint jól járjon. És ez a filozófia az, ami nagyon tetszett a Chriszék csapatának, és gyakorlatilag gondolkodnak ugye a Solanán vagy a Polkadoton is, tehát olyan rendszert szeretnének, tehát olyan multi-chain rendszert szeretnének kialakítani, hogy te tudod eldönteni, hogy az adatait a császék tárolják, és meghatározhatod, hogy mik azok az adatok, a személyes adatok, amik nyilvánosak, mik azok, amik nem nyilvánosak, hogy akarod, akkor a Solanán vagy a Polkadoton is tudod az adatait tárolni. Tehát igazából a cél az, hogy egy választási lehetőség legyen, illetve hogyha már használod a különböző applikációkat, akkor az onnét befolyt összegekből visszacsorogjon neked is némi pénz, és ezzel egy kicsit jobban járjál. Fölhozott egy példát a Axian, vagy Axial, vagy valami hasonló projektről, amit nem értettem teljesen, mert elég gyorsan pörgött a nyelve az úriembernek, és hogy is mondta, Indonéziában, ugye a Covid, amikor beütött, körülbelül egyik napra a másikra 40%-a lakosságnak munkanélküli lett ugye a lezárás hatására, és hát ez nem kell senkinek se csinálni, ez mekkora gazdaság és az egyéneknek mekkora problémát okozott, és gyakorlatilag ennek a cégnek a platformján valami ilyen digitális állatokat lehetett nevelni. Volt ez a, mi volt a 90-es években ez a, már nem jut eszembe a nevedet, volt ilyen, hogy etetni kellett a kis digitális állatkádat, és különböző szinteket ért el, meg mit tudom én, hasonló dolgokat lehetett csinálni, és ez a közösség rájött erre, hogy van ilyen, és felajánlotta az, hogy ők nevelgetik a nyugaton, nyugati embereknek a kis állatkáit, és gyakorlatilag ezért pénzt tudtak úgymond kérni. Tehát az ilyen unalmas részét a játéknak kiadták, úgymond kiszerveztek Indonéziába, és a Covid hatásának azt a 40%-os hatását egyből le tudták felezni, ami azért jelentős pozitívumot eredményezett, és azt mondja a Krisz, hogy gyakorlatilag semmi közük ehhez a projekthez, de gyakorlatilag valami hasonlót szeretnének elérni, hogy a játékok, az NFT-k és a DeFi-ok segítségével a családoknak, az embereknek a mobiltelefonját egy pénztermelő gépezetté alakítsák át, ami szerintem egy abszolút piaci rés, és elég kevés olyan projekt van, ami ezt meg tudja oldani. Az, hogy mennyi pénzt tud ezzel keresni az ember, az egy másik kérdés, illetve a választás lehetőséget, hogy maradsz ebben a régi rendszerben, ahol az adataidat nem te birtoklod, nem te döntöd el, hogy mit csinálnak vele, és akár föl is használhatják ellened, vagy egy új rendszerben mész, ahol a blokklánc biztonsága az, ami biztosítja azt, hogy a te adataidért
te birtoklod az adataidat, és te csinálsz velük azt, amit szeretnél. Illetve Jeremy az interjú végén megkérdez, hogy mik azok az okok, ami miatt a Daisy közösséget választották. Nem csak minket választottak, vannak kisebb közösségek is, amiket most még nem tud elárulni az úriember, de azt mondja, hogy március-márciusban lesz egy dubai buli, ahol várja Jeremyéket, és ott is lesz valami nagy bejelentés, de hát addig mi már tudni fogunk egy csomó mindent, hiszen mi vagyunk a legnagyobb közösség, akik első kézből fogunk információkat kapni a projekttel kapcsolatban, illetve természetesen a legolcsóbb áron tudunk majd részesedni, vagy vásárolni a tokenjeikből. Illetve tehát elmondta az, hogy az egyik nagy vonzerő ez a 6 hónap alatt, vagy igazából 90 nap alatt, ez a 141-2000 ember, amit sikerült az üzletbe behozni, és látszik az, hogy annak ellenére, hogy a januári indulás, ami 4 napig tartott, és hát egy kicsit göcsörtös volt, és nem egészen úgy sikerült, ahogy azt tervezték, és utána 75 napra leállt az egész projekt, és ennek ellenére, amikor visszajöttünk, jóval erősebben jöttünk vissza, és még az első 4 nap eredményeit fölülmúlva még erősebbként tudtunk tovább haladni. Ez a tény, hogy a közösségünk ilyen erős és ennyire összetartó, és ilyen eredményt el tudott érni, ez magában csodálatra méltó, illetve mutatja azt, hogy a vezetők, illetve a vezetőknek az információ átadó képesség és a tanítási képessége egy olyan közösséget hozott létre, akik a kriptóban és a DeFi-ban járatosak, egyre járatosabbak lesznek. Tehát egy olyan közösség az, akik nem csak azért raknak pénzt be a projektekbe, mert több pénzt szeretnének keresni, hanem értik is, hogy ez az egész dolog hogyan működik, és jóval fogékonyabbak, mint hogyha simán csak kimennének valahol az éterbe, és például ugye ezek a népszerű airdropok, amik vannak, hogy regisztrálj, add meg az e-mail címet, és kapsz 500 tokent, ami 10 dollárt ér, persze, akkor fog 10 dollárt érni, hogyha a tervei bejönnek, és mit tudom én, tényleg olyan dolgokat csinálnak, ami általában a projekteknek nem jön össze, és általában, mivel ingyen adsz valamit ki, ezért olyan embereket vonzol be, akik az ingyenre mennek, és nem feltétlenül van vásárló erejük. Úgyhogy ez is a második, ez a második tény vagy ok az, amiért a Daisy-t választották, hogy egy olyan vásárló erővel rendelkező közösség az, akik értik azt, hogy hova érdemes pénzt rakni, és hogyan lehet ebből még több pénzt csinálni. Úgyhogy ettől teljesen el volt állva az úriember, hogy gyakorlatilag 90 nap alatt mennyi pénzt sikerült felhajtani, és az, hogy mennyire jól működik ez az egész rendszer. Kezdünk kifutni az időből, de azért próbálom gyorsan még a dr. Anna Beckernek a cuccait elmondani. Okay, itt van a hölgyem. I totally understand. You help me sometimes when I have questions. Okay. Share my presentation first. No. This is the one. Whether we expect to reach the result. Okay. Tehát január 18-án kezdődött a kereskedés. Összesen beraktunk 81.200.000 dollárt. Jelenleg 78 millió 521-en vagyunk, a profit az 4.977.000, ugye a matekot, hogy kiszámoljátok, akkor ez mínusznak tűnik, de ugye amik bent vannak kereskedések, azok ugye csökkentik ezt a current contribution-t, tehát a nyitott pozíciókat nem számoljuk bele, de azon felül ennyi hasznot termelt a cég. Ez körülbelül így néz ki, hogy ugye
március 15-én 57 ezer volt a Bitcoin, 34 ezer július 12-én, Ethereum 1900 és 2100 jelenleg, tehát az nőtt, és az altoknak meg elég változó az eredménye. A beta és alfa stratégiát követve a Bitcoinba egy mínusz 15%-ot hozott a beta, az alfa mínusz 36-ot, az Ethereumnál 75%-ot és 169-et az alfa, és gyakorlatilag az altoknál majdnem nullára sikerült kihozni a dolgot. És egy pillanat. És gyakorlatilag ez lebontva így működik, hogy a súlyozáson van a hangsúly, hogy gyakorlatilag a beta az a longolás, és az alfa az eladás, ugye az arányai azok így jöttek össze, tehát a 38 az ebben az arányban nem annyira nagy súlyozva, illetve az Ethereumnál a 6% kevésbé, tehát inkább longolásra ment rá a cég, mint sem shortolásra, és így jött össze az a 20%-os növekmény január óta. És akkor itt beszélt arról, hogy amikor a piac megy fölfelé, ugye elkezdik valahol beszállnak, és akkor megy föl az ár, és akkor így jönnek az üzenetek, hogy még rakjunk be pénzt, tőkeáttétellel, még többet vegyünk. Itt már ki kéne venni a profitot, mert 30%-nál nem megy följebb, aztán följebb megy, akkor még vásároljunk. Itt miért nem vetted ki a profitot, és a végén, hogy megy fél, még azt mondják, hogy még többet vegyünk, és akkor hogy van, na, menj egy kicsit arrém. It becomes bearish, so guess what? És akkor utána ugye átfordul a trend, és akkor lefelé irányul a dolog megy, és akkor ugye mindenki nagy kúsba van, és a nagy okosok elhallgatnak. És akkor átértünk abba a fázisba, amikor nem annyira jól megy az AI-nak, ilyenkor ugye tanulnia kell. Itt a fake autók, amik vannak, azokba ugye bele-bele fut, és 2-6%-os veszteségeket realizál, de minden alkalommal tanul belőle, és megpróbálja a veszteségeket csökkenteni. És igazából a következő oldal az, ami fontos. Ugye a folyamatban van a Forex-nek a mesterséges intelligenciás modellezése, 63 ember dolgozik a folyamatokon, hogy a megfelelő technológiát kialakítsák erre, figyelnek arra, hogy a törvényességet is betartsák, illetve az audit olyan fázisban van, hogy azt mondja, hogy nagy valószínűséggel ezen a héten új információt kapunk az audittal, és megvan az a módszer, hogy bemutassák nekünk is az, hogy valóban a kereskedés az működik és megy, és nem csalás, és van valós teljesítmény és tevékenység a cég mögött. Itt még nem. Market to show us new heights and new lows, and we will join the trend. I would like to show you the final point is just to connect the dots that this is our algos running on the daisy side. The daisy side, beta trend. Oké, ugye itt mondod, hogy főleg Bitcoin-t és Ethereum-ot kereskednek, itt vannak, hogy különböző mekkora pénzösszegek vannak a különböző stratégiákra rárakva, és akkor itt mutatja ugyanazt a Binance fiókjukat, hogy hogyan is néz ez gyakorlatilag ki. Itt egy 292,21 bitcoinos fiókot mutat éppenséggel. Tehát a lényeg, hogy elmondta dr. Anna Becker, hogy a terveknek megfelelően működik a mesterséges intelligencia, folyamatosan igazítják a stratégiákat a piachoz, és igazából úgy érzékelik, hogy
Most elkezdtek egyébként több pénzt belerakni a kereskedésbe. Ugye nem az összes 70-80 millió dollárral kereskednek, azért tartalékban vannak, hiszen hogyha esik ugye az árfolyam, akkor ugye az esés alján, hogyha tudnak vásárolni, az elég jó lehet. És most elkezdtek beletolni még több pénzt, mivel azt mutatja a mesterséges intelligencia, hogy úgy tűnik, hogy elértük, vagy elérjük hamarosan az alját ennek a lassan 3 hónapos medve piacos időszaknak, és elkezd fölfelé ívelni a trend megint, és akkor ugye ismét a növekvést, a növekvéses pályára tud a mesterséges intelligencia állni. Jobban szeret langolni ő is, és ezért gyakorlatilag hamarosan látni fogunk pozitív változásokat, de a héten lesz erről neki prezentáció, illetve az auditról, úgyhogy ahogyha az meg lesz, akkor gyakorlatilag azonnal jövök és fordítom, és szerintem az már mindenkit meg fog győzni arról, hogy tényleg valós a cég, és tényleg valós a kereskedés, és tényleg nem kamu az egész. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!